Indítvány sürgős rendkívüli közgyűlés összehívására. Ezt a dokumentumot nyújtotta be Pécsi képviselők egy csoportja pénteken a jegyzőhöz. Heten csatlakoztak hozzá. A testület tagjainak egy negyede szükséges ahhoz, hogy kötelezően összehívják az ülést a törvény szerint. Ez a szám megvan, mondta Kővári János. A Pride-dal kapcsolatban kezdeményezték a közgyűlés összehívását. A közgyűlés pedig foglaljon állást ebben az ügyben, hozzon olyan határozatot, amiben felszólítja a szervezőket, hogy tekintsenek el ettől a provokációtól. Ez nem azt jelenti, hogy az ő egyhetes programjukat le kellene mondaniuk, hiszen tudjuk, hogy több elemből áll ez a program, egész nyugodtan megtehetik, senkit nem zavar, hogy különböző helyeken összejönnek és beszélgetnek erről a témáról, a társadalmi témáról. Ami zavarja a pécsieket, az a Pride felvonás, minket is zavar, és ezért adtuk be ezt a rendkívüli közgyűlési kérést. A Pécsi önkormányzat által megrendelt felmérés is azt bizonyítja, hogy a baronyai megyeszékhelyen élők többsége nem akar felvonulást. Ezt tiszteletben kell tartani, mondja a képviselő. A pécsieket meg kell hallani. Ők azt a választ adták a feltett kérdésre, hogy nem szeretnék a Pride felvonást sem a belvárosban, sem Meszesen, sem Újhegyen, sem sehol máshol. Hiszen ugye az egész város lett megkérdezve erről. Magyarul akkor lennénk mi pécsiek elégedettek, mondhatom a 60%-nyi pécsi polgár nevében, hogyha a polgármester beleállna ebbe a kérdésbe, ahogy illik egy polgármesternek, és megkeresné a szervezőket, és arra kérni őket, hogy tekintsenek el a felvonástól. Semmi szükség botrányra ebben a városban, amelyik egyébként egy békés város. A szabályozás szerint a benyújtástól számítva 5 napon belül kell összehívni a rendkívüli közgyűlést. Így még az esemény előtt lehetne határozatot hozni. Mint ismert, szeptember 18-án tartanák a szervezők a Pécsi Pride felvonulást, ahol a történelmi belvárosban, a Király utcán és a környező utcákban egészen a Szent István térig tartana a menet.